megjártam a poklot és a mennyországot, és ehhez csak egyetlen helyszínre kellett ellátogatnom, a belgrádi Stark Arénába, ahol január elején a Partizán és a Hanga Ádámmal felálló Crvena Zvezda csapott össze. Kezdjük rögtön azzal, hogy amit hallottál, vagy a YouTube-on láttál, az mind-mind igaz. Ez egy olyan egyedülálló élmény, amit szerintem mindenkinek át kell élnie, aki szereti a kosárlabdát, meg egyáltalán a sportot. A két csapat szembenállása nagyon hasonlít arra, ami nálunk a Fradi és az Újpest között van. Gondolok itt arra, hogy nincs vallási háttér, mint Skóciában a Celtics és a Rangers között, vagy politikai felhang, mint a Real Madrid és a Barcelona között. Csak ellenszem van. Évtizedekre visszatekintő és szűnni nem akaró. Ami más, mint itthon, hogy ez a két egyesület nem csak Belgrád városán, hanem az egész országon osztozik, hiszen a felmérések szerint a szerbek fele Zvezda, az egyharmaduk pedig Partizán szimpatizáns, vagyis az összes többi csapatnak a maradékkal, vagyis a lakosság nagyjából 15%-ával kell beérnie. Egyébként mindkét egyesületet a II. Világháború után alapították, és ahogy itthon a Dózsa belügyes csapat volt, a Vasas pedig a szakszervezeté, úgy annó Jugoszláviában a Crvena Zvezda a titkos rendőrséggel, a Partizán pedig a Honvédhoz hasonlóan a néphadsereggel ápolt szoros kapcsolatot. Az első futballmeccsüket 1947. januárjában baráti mínusz 19 fokos hidegben játszották egymás ellen, és bő két évvel később már a kosárlabda pályán is összecsaptak, szóval Európa egyik legszenvedélyesebb rivalizálása szűk 70 éves történelemre tekinthet vissza. Ez a szembenállás a hétköznapokban is jelen van, de sokkal enyhébb, már-már barátságos formában. Mivel 10 szerbből 5 az egyik, 3 pedig a másik csapatnak szurkol, elkerülhetetlen, hogy egy munkahelyen vagy egy baráti társaságban összekerüljenek a Zvezda és a Partizán fanatikusai, de a gyűlölködésből a meccsek előtt és után csak az ártalmatlan szájkarate marad. Szerb forrásom szerint egy átlagos fővárosi napba simán belefér, hogy az egyik vagy a másik csapat mezében, pólójában sétálj az utcán, azért hétvégén, amikor több az utcán a szórakozni induló, nem ritkán ittas belgrádi, azért elcsattanhat egy-két pofon. Na, hát így indultunk el Belgrádba, ahová eljutni nem nagy kaland, gyakorlatilag végig autópályán mész, de azért hazafelé számolt bele, hogy a határon egy-két órát eltöltesz, mire visszaengednek az EU-ba. Amikor elkezdtem jegyeket keresni a derbire, online sehol sem találtam. Vannak persze Szerbiában is jegyárusító oldalak, de ahol esetleg be is lehetett állítani az angol nyelvet, ott is csak mondjuk a menü változott, maga a konkrét tartalom szerb maradt. Na, gondoltam, rajtam nem fogtok ki, biztos IP cím alapján zártok ki a tutiból, úgyhogy izzítottam a Surfsharkot és két kattintással átállítottam a virtuális tartózkodási helyemet Belgrádra. De a trükk, ami primán működik, amikor a Netflix vagy a Disney Plus tengeren túli kínálatát szeretném böngészni, itt hatástalan volt. Egyszerűen nincs online jegyértékesítés, és ez nem a Surfshark hibája. Ők továbbra is garantálják, hogy teljes diszkrécióban böngészhessek, ráadásul a Surfshark One biztonsági add-onhoz vírusírtó jár, illetve az Alert is, amely megvédi a gépemet az illetéktelen behatolóktól. Hoztam is hozzá egy exkluzív akciót, használd a leírásban található linken a Baska kódot, és az egész család az összes eszközén ingyenesen használhatja a Surfsharkot 3 hónapig. Szóval miközben igaz, hogy a jegyekhez nem lehet online hozzájutni, de nagyon fontos, hogy ez csak a derbire igaz, a Crvena Zvezda normális Euroliga meccseire a tickets.rs oldalán simán megveheted a hivatalos belépőket. A néhány nap múlva megrendezésre kerülő Barcelona elleni összecsapásra is még most is be lehet jutni, igaz már csak az átszámolva 21 000 forint körüli VIP jegyek kapható. És hogy miért más az örökrangadó? Azért, mert az állandó balhék miatt a Nemzeti Szövetség és a csapatok néhány éve úgy döntöttek, hogy ezekre a vendégszurkolókat inkább nem engedik be, ezért, hogyha jól tudom, akkor csak a bérletesek juthatnak jegyhez, ráadásul ők is csak személyesen és ők is csak Belgrádban. Ha már a bérleteseknél tartunk, egy teltházas Stark Arena 25 000 embert jelent. Ha a Partizán a pályaválasztó, akkor ebből ma már 17 000 a bérletes, és ez a szám az Zvezda esetében is évről évre nő, és már meghaladja a 10 000-et. A maradékon osztoznak a hozzánk hasonló turisták.
Mi végül úgy jutottunk jegyhez, hogy az utunkat szervező Andris barátom talált egy magyar bérletest, aki csak nem az összes meccsen kint van, ami belépőinket ő vásárolta meg, és a meccs előtt az aréna környékén adta át némi kezelési költség fejében, de így is megálltunk fejenként 15 ezer forint alatt. Ha már a 20 plusz ezer ember szóba került, megkérdeztem Hanga Ádámot, hogy milyen élmény ennyi partizán szurkoló előtt játszani, és ezzel szemben milyen érzés, amikor ugyanannyian egy emberként neked szorítanak. Ádám szokás szerint olyat mondott, amire nem gondoltam volna. Ő ugyanis jobban szeret idegenben játszani, mert ott tudja, hogy mire számíthat, hogy a sírások, ez ugyanis a partizán szurkolók beceneve, ki fogják fütyülni, utálni fogják, az anyját szídják, és ki fogják röhögni, hogyha majd kihagy egy dobást. Viszont azt mondja, hogy egy ilyen egyoldalú hazai pálya az viszont könnyen hátránnyá válhat, ha nem megy a csapatnak a játék, amikor elcsendesednek a cigányok, mert a Zvezda szurkolóit régen így nevezték, sőt, ők is így hivatkoztak saját magukra, és csak néhány éve Delije a hivatalos megnevezésük, ami nagyjából annyit tesz, hogy bátrak, hősök, ilyen faszagyerekek. Szóval, amikor a Delije felől megérkeznek az első pikírt beszólások, ráadásul angolul, akkor az többet tud ártani, mint az ellened a szurkolókból áradó negatív energia, amiből egy fejben rendben lévő játékos még akár építkezni is tud. Az aréna bő negyed óra sétára volt a szállásunktól, ami a Duna mellékágán lebegő hajóhotelek egyikében volt. Ezeket nektek is ajánlom szívesen, mert egyrészt jó buli, másrészt egy emberre kb. 10 ezer forintra jött ki egy éjszaka. Másnap reggel aztán egy nagyot jártam a kamerámmal a folyóparton található parkban, ahol van, aki kutyát sétáltat, van, aki kocog, néhányan éppen egy funkcionális köredzés közepén voltak, és még egy boxoló párost is láttam. Belgrád egyébként remek hely, egyes részei abszolút Budapestre emlékeztetnek, és itt nem az árakra gondolok. A helyi Váci utcától két sarokra ültünk be egy autentikus szerb étterembe, ami a TripAdvisor szerint a középmezőnybe tartozik, és 3000 forint alatt megúsztunk egy bécsi szeletet körettel. Az mondjuk érdekes, hogy a cigizés itt még mindig a tűrt kategóriában van, szóval arra számíts, hogy amikor belépsz egy étterembe, akkor zárt helyen is meg fogják kérdezni, akkor a dohányzó vagy a nem dohányzó részbe ülnél, miközben természetesen egymásban nyílnak, úgyhogy rögtön a régi klasszikus ugrik be, amikor az úszómester a medencét belehugyozós meg nem belehugyozós részre osztotta. A 2000-es évek elején átadott Sztárkaréna környékén már csak piros mezbe öltözött vagy sálba burkolózott szurkolókkal találkoztunk. A január elejéhez képest enyhe, de azért csípős időjárás mellé is szépen csúszott a söröcske, kiváló volt a hangulat és hatalmas a tömeg. Hiába nincsenek azonban partizán szurkolók, jelentős a rendőri készültség, és bármerre néztél, biztonsági embereket láttál. Itt nem babra megy a játék. Ádám egyébként azt mesélte, hogy az idegenbeli meccseken artikulálatlanul üvöltő partizán szurkolók a mindennapokban teljesen normálisak. Felismerik, barátságosak, köszönnek neki, akkor is, hogyha ténylegesen a partizánnak szurkolnak. De ebben a két órában nincs barátság. Zeljko Obradovićot, a Partizán vezetőedzőjét, aki egyébként az olimpián kívül mindent megnyert a válogatottal, szóval ilyen kb. Nemzeti jelkép, csak készültségi rendőrök sorfala között merték a pályára engedni, és a hazai szurkolók az egész meccsen úgy kezelték, mint egy tömeggyilkost. Miközben hatalmas örömmel láttuk a jegyünkön, hogy a harmadik sorba szól, akkora volt a tömeg és olyan kevés hely az egyes szektorok között, hogy hát kevés reményt fűztem ahhoz, hogy ha egyáltalán le is jutunk a helyünkre majd, akkor nem kell megverekedni érte, de tök feleslegesen aggodalmaskodtam, ugyan valóban ültek már a székeinken, de amint igazoltuk, hogy tényleg oda szólnak a belépőink, akkor átadták őket, meg egyébként is igazából dekorációnak számítanak, mert mindenki végig áll. A légkör hátborzongató volt, a körítés pedig nagyon profi. Az arénán nem látszik a 20 év. A cheerleaderek csinosak voltak, a Jumbotron kijelzői tűéles képet adtak, mivel Euroliga meccsről volt szó, egymást váltották rajtuk a kőprofi bejátszók, hogy aztán néhány perccel a feldobás előtt sor kerüljön a csapatok bemutatására. Mi a Teodosic? Ádám Hanga! Kosárlabda Euroliga nagyjából a labdarúgó bajnokok ligája és a Hanvába holt Superliga keresztezése.
Kis túlzással a nemzeti bajnokságok felett áll, és néhány hónappal ezelőttig a válogatottak mindennapjait is masszívan befolyásolta, hiszen a feszített menetrend nem volt tekintettel arra, hogy a FIBA mikor akar Európa vagy világbajnoki selejtezőket rendezni. Ennek mi, magyarok, eddig örülhettünk, de most fel kell kötni a gatyát, mert sanszos, hogy az olaszok vagy a törökök elleni EB-selejtezőn az NBA játékosokon kívül mindenki ott lesz az ellenfélnél, miközben mi csak Hanga Ádámmal erősödünk, hogyha a teste bírja ezt a brutális sorozatterhelést. Szóval az Euroliga nagyon profi akar lenni, a körítésben is, így elvileg van hivatalos indulójuk is, mint a Bajnokok Ligájának, hát amit akkor játszanak le, amikor a kezdőcsapatok már a pályán vannak, na és akkor szabadult el a pokol. És ez a hangulat a következő másfél órában nagyjából konstans volt. Az alsó karéban fehér, a felső karéban piros-pólós fanatikusok hangereje folyamatosan 100 decibel felett, csak a hozzánk hasonló turisták nem üvöltöttek torkuk szakadtából, egymást váltották a különböző rigmusok, zászlók, transzparensek, de pirotechnikai eszközből csak egy-kettő került elő, ugyanis komoly büntetés jár érte. Szerencsére jó meccset fogtunk ki, a Crvena Zvezda és különösen Ádám szempontjából. A szezon elején edzőt váltó piros-fehérek végigvezettek, és általában jól is játszottak, de voltak megmagyarázhatatlan szakaszok, amikor leálltak és közelebb engedték magukhoz. Az egyébként ilyen indisponált és a meccs nagy részében eszköztelen Partizánt. Ádám pedig fantasztikus volt. Piszok nehéz őszt hagyott maga mögött a térde, rakoncátlankodott, és minden orvos mást mondott neki, többen rögtön műtötték volna, de ő ellenállt, és ehelyett megint az elmúlt néhány évben sajnos már sokadszor a rehabba tette a melót a játék helyett, minden potenciális gyulladásforrást kizárt az étrendjéből, és megint sokadszorra visszaverekedte magát a rotációba. A képlet egyszerű volt. Amikor Ádám játszott, akkor a Crvena Zvezda elhúzott, amikor leült, akkor felzárkozott a Partizán. A mezőny legjobbja ő és a régi önmagát idéző Milos Teodosic volt, aki olyan passzokat húzott elő a cilinderből, amikre Európában talán csak ő képes. Ádám egyébként megint tipikus Ádám volt, amikor megírtam neki, hogy megyek a barátaimmal a meccsre, egyből azt javasolta, hogy akkor utána vacsorázzunk együtt. Még kicsit ilyen zavarban voltam, hogy akkor ezt most hogy érti, hogy leülnek kajálni vadidegenekkel, vagy most akkor rázzam le őket így észrevétlenül. Aztán persze nyilván kiderült, hogy arra gondolt, hogy menjünk mindannyian, de ez a programpont végül elmaradt. Ádám a meccs reggelén elnézést kért és lemondta a vacsorát, mert magáról nem tudott, olyan fáradt volt, de hát amilyen menetelésben voltak, másnap reggel rögtön indultak Ljubljanába, ez teljesen érthető. Legközelebb majd bepótoljuk, a lényeg, hogy egészséges legyen és jól menjen neki a játék. Mivel a játékos kijáró mellett álltunk, Ádám négyszer is az orrom előtt sétált el. Kiabáltunk is neki az előttem lévő sorban álló Mészáros Zalánnal, aki évek óta ugyanabból a forrásból szerzi egyébként a belgrádi jegyeit, ahonnan mi, de akkor volt a hangzavar, hogy Ádám nem hallott minket, úgyhogy be kellett térnünk a mezével, amit a társaság egyik tagja kifelé bezsákolt az egyik merchpultnál. Másnap még belefért egy látogatás a Nikola Tesla emlékmúzeumban, ami nem nagy, de kifejezetten érdekes, pláne hogyha sikerül elkapni az angol nyelvű túrát, és aztán indultunk is haza. Ahogy mondtam, a derbi kötelező program mindenkinek, aki szereti a sportot. Vannak, akik szerint a Partizán szurkolói csinálják a jobb hangulatot, és akad, aki azt állítja, hogy a Crvena Zvezda fanatikusai mostanra már felnőttek hozzájuk. Én azt mondom, bármelyik csapat lesz majd a pályaválasztó, amikor mész, felejthetetlen élményben lesz részed. A következő nagyjából másfél hónapom sűrű lesz, mint Anthony Davis szemöldöke. Ha minden jól sikerül, akkor ott leszek a magyar női válogatottal az olimpiai selejtezőkön, és a fiúkkal is az új szövetségi kapitány bemutatkozásán, aztán pedig irány Toronto. Tartsatok velem, és mindenképpen nézzetek rám a Surfshark ajánlatára. Én Baska voltam, sziasztok!